Sziasztok! Tamás vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Ha most látod először a műsoromat, akkor üdvözöllek. A csatorna hanglemezek, hangszedők összehasonlításával foglalkozik, de kalandozunk a hifi világában is. Ha tetszik a csatorna tartalma, akkor iratkozz fel és nyomjál rá a tetszik gombra, ezzel támogatod a csatornát. Az előzőekben elmondtam az orsós magnók történelmét, és megemlítettem néhány előnyét, amivel hatalmas változást hozott a zenei világba. Ebben a részben ezekről az előnyökről szeretnék részletesebben beszélni. Mielőtt az orsós magnók megjelentek a zenei életben, akkor még a hang tárolásának legjobb módja a hanglemez volt. A stúdióban a zenekar vagy együttes eljátszotta a jól begyakorolt művét. Amit akusztikusan vagy elektronikus úton eljuttattak a tűig, és az mechanikusan véste be a hang rezgéseit a lemezbe. De ezekkel a hangrögzítési eljárásokkal volt néhány probléma. Annak ellenére, hogy a sellaklemezek, később a vinillemezek kiváló információ hordozó anyagnak bizonyultak, mind hangminőségben, mind időtállóságban. Az első a rögzíthető frekvencia tartománya, ami az akusztikus korszakban igen szűk volt, körülbelül 200 és 3000 Hz közé esett. Ez a tartomány az elektronikus korszakban nagyjából 60 és 7000 Hz közé esett, de az elektronika fejlődésével ezek a határok egyre szélesebbé váltak. A második probléma a hangrögzítés menetéből fakadt. A zenészeknek, énekeseknek, hangmérnököknek és az összes résztvevőnek hibátlan munkát kellett végeznie. Mert ha hibáztak, akkor az egész lemezfelvételt újra kellett kezdeni az elejétől, hiszen nem lehetett kiradírozni a hibát a lemezből és onnan újra kezdeni. Ezáltal az egész folyamat nagyon merev volt és mellőzött mindenféle alkotói szabadságot. Amint az orsós magnók elkezdték átvenni a stúdiókban a főszerepet, szinte varázsütésre eltűntek ezek a problémák. A rögzíthető frekvencia tartománya már 1945-ben megközelítette a hallható tartományt, ami nagyjából 40 és 16 ezer Hz közé esett. Les Paul és Mary Ford úttörő kísérleteinek köszönhetően pedig elterjedtek a többsávos készülékek. A többsávos rögzítés lehetőség olyan alkotói szabadságot adott, amit addig elképzelni sem tudtak. Néhány példával elmondom. Vegyünk az egyszerűség kedvéért egy négysávos orsós magnót. Kezdjük ott, hogy mi is az a négy sáv. Ha van egy adott szélességű szalagunk, akkor az egy egész. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy négy negyed. Tehát a négysávos felvevőnk a szalag szélességéből minden egyes sávhoz a szalag egy negyed részét fogja elfoglalni. És ezt a négy sávot többféleképpen tudjuk felosztani. Mondjuk négy monósávra. Ez azt fogja jelenteni, hogy minden egyes sávra tudunk rögzíteni egy hangszert, monóhanggal. Vagy sztereósávokat rögzítünk, és akkor két különböző hangszert tudunk rögzíteni. Esetleg két monó és egy sztereó hangot rögzítünk. Most gondoljunk végig, hogy egy 24 sávos felvevő mennyi variációs lehetőség van. Sok. Megjelent a vágás, ami újabb lehetőséget adott az egyéni alkotások megjelenésének. És ez szó szerinti vágás jelent, mert elvágták a szallagot, kivágtak belőle egy részt, és utána összeillesztették. Megjelentek az első hangeffektek, mondok egy példát, ami már nem számít nagy dolognak, és egy modern otthoni stúdióban két kattintással meg lehet csinálni, de akkor ez óriási dolognak számított. És ez a felvétel sebességével való variálás, ami fél vagy akár egy egész oktávnyi hangváltozást okozott. De ezzel a fajta hangeffekttel akár hangnyújtást is okozhattak, amivel még egyedibbé tették a hangzást. Ott van még az improvizáció, amit akár azonnal rögzíteni is lehetett. Ezáltal egy számhoz tartozhatott több felvétel is, és a végén ki lehetett választani, melyik a legjobb. Az is kivitelezhetővé vált, hogy az egyik stúdióban rögzítették a zenekar játékát, míg egy másikban az énekes hangját, vagy hangeffekteket rögzítettek. Ennek köszönhetően az albumok elkészítésének folyamata teljesen megváltozott. Rugalmassá, lazábbá, képlékenyé vált a stúdió munka, és az együttes bármely ötletét rögzíteni lehetett azonnal. De ennél is tovább mentek, a 60-as évek végén
megalkották a Guruló stúdiót, amit például a Rolling Stone szívesen használt, ha a hangstúdióban nem érezték megfelelőnek a légkört. Ezt a fajta alkotói szabadságot talán hasonlatokkal lehet a legjobban érzékeltetni és megérteni, hogy mit is jelentetett a zenei világban a mágneses rögzítés és az orsós magnók megjelenése és elterjedése. Körülbelül olyan lehetett, mint a gépjárművek megjelenése, vagy a légi közlekedés elterjedése az utasszállításban. Gondoljatok bele, mit is jelenthetett az akkori zenészeknek és hangmérnököknek és az új stílusok úttörőinek ez a fajta alkotói szabadság. Mintha egy álmuk vált volna valóra. A saját életemből talán a mobiltelefon első használata lenne a legjobb hasonlat, hiszen ezáltal egy olyan szabadságot kaptam, amit addig el sem tudtam képzelni. Szerintem ugyanilyen hatása volt az orsós magnók elterjedésének. A hatása a zenei világra mind a mai napig tart, hiszen a 60-as, 70-es, 80-as években kidolgozott felvételi eljárásokat és effekteket átvette az új formátum, és az alapját képezik egy otthoni hangstúdiónak. Enélkül a rögzítési eljárás és formátum nélkül nem lenne olyan a zenei világ, mint amilyen. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok rá a tetszik gombra, ezzel támogatjátok a csatornát. Találkozunk legközelebb!